Bár a tavasz eddig nem kényeztetett el bennünket igazi enyhe idővel, egyre több motoros jelenik meg az utakon a melegebb napokon. A rendőrség szerint a két keréken haladók a közlekedés egyik legvittelenebb csoportjába tartoznak, hiszen testüket csupán a megfelelően megválasztott ruházat védi, amennyiben viselik ezeket közlekedés közben. Fontos, hogy a motorosok az első elindulásuk előtt, miután több hónapnyi kihagyás után az utakra indulnak, készítsék fel járműveiket az újbóli közlekedésre. Ellenőrizzék motorkerékpáruk állapotát, így az akkumulátort, a világító és jelzőberendezést, a gumiabroncsokat, valamint a kormány és fékberendezéseket. Az is lényeges, hogy a sofőröt a saját maguk felkészítéséről se feledkezzenek meg. Hiszen néhány hónap kihagyás után még a rutinos motorosok járműkezelésében is hiányosságok merülhetnek fel, tompulhatnak a reflexeik. A személygép járművel közlekedők figyelmét is felhívja a rendőrség, őket szintén arra kérik, hogy közlekedjenek figyelmesen. A hátuk mögött közlekedő motoros sokszor a holtérben próbálja megelőzni a járművüket, tehát mindig nézzék a tükröt, és ne csak a tükörből próbáljanak tájékozódni a mögöttük lévő eseményekről, hanem a holtérre is figyeljenek, nézzenek oldalra, mielőtt egy esetleges előzésbe belekezdenek. Szabálykövető és felelősségteljes magatartást vár el a rendőrség mindenkitől, aki részt vesz a közlekedésben. Hangsúlyozzák, akik szabályszegést követnek el, maguk és mások életét, testi épségét is veszélyeztetik.